szeretettel köszöntök mindenkit, a nevem Bot Tibor. Tanyán élő, debreceni vendéglősként jellemeztem magam a bemutatkozomban. Életvitelszerűen Tanyán 11 éve élünk, de az erdős pusztai nagycserei tanyavilág már 1990 óta része a mindennapjainknak. Amikor rádöbbentünk arra, hogy az életünk hátra lévő része előttünk van, úgy döntöttünk, hogy feladjuk a debreceni létünket, és kiköltözünk a természetben. Szeretném most önökkel megosztani azon gondolataimat, hogy mit jelent számunkra a tanyasi lét. 1990-ben az életem egyik legfontosabb időszaka volt. Akkor kezdtem el vendéglátással foglalkozni, abban az évben nősültem, és abban az évben született meg a csengőhangú kisasszonyom, az Erna lányom. Amikor Tanyára költöztünk, még megvolt a városi létünk. Idő elteltével a városi létünket, tehát a lakásunkat felszámolván, teljes mértékben Tanyára költöztünk. Nekünk nagyon fontos volt az a szempont, hogy megéljük a jelen pillanatait és a mindennapok történéseit. Rájöttünk arra, hogy a hétköznapok mindennapjaiban sokkal több örömünk lehet, hogyha a pillanatokat ünnepként éljük meg. A feleségem, aki festő, a képeiben élményként jelennek meg a természet színei. A küntlakást választva felkínálja mindenki számára az adott lehetőség, hogy a nemzedékről nemzedékre öröklődött praktikákat építse be az életébe. Nekünk nagyon fontos volt az öngondoskodás elve, a spájzolás kultúrája, egy parhertes konyha, a cserépkályha melege, és egy népes baromfi udvar. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a tanyánkon fellelhető a vizes élőhely, egy jó minőségű legelő, és így a baromfikat szabadtartásban természetes körülmények közepette tudjuk nevelni. Szemes takarmánnyal letetjük őket ősi hagyomány szerint, akik gyepelnek és kapirgálnak. Itt, ezt most szeretném megmutatni. Ez a legelőnk, a népes baromfi udvar egy része, a pulykák és a libák láthatók. A baromfikat mi megtanultuk madárként tisztelni. Reketyi és bokorra felgaljazva térhetnek akár nyugovóra, ez így néz ki, vagy akár elülhetnek a baromfi orban. Ezeket a baromfikat a természet 8 hónap alatt neveli vágás éretté. Az iparággá fejlődött, nagyon gazdaságos, hát értékteremtésnek nem nevezhető módon, a művi környezetben, a művi táplálékkal táplált baromfikat 8 hét alatt lehet vágás éretté nevelni. Azokkal a baromfikkal azt is meg lehet beszélni, hogy MS, LS vagy XL-es tojást toljanak. Én a mi baromfiainkkal köszönő viszonyban vagyok. Nem is akarom, de meg se tudnám velük beszélni, hogy milyen tojást toljanak, mert olyat tojnak, mint amilyen különbözőek mi vagyunk emberek. Kisebbek, nagyobbat, ilyen színű, olyan színű. Van egy másik fontos dolog, azt gondolom, hogy a kultúránk része volt mindig is, erős szimbólumként jelent meg a kenyér. Örömmel hoztam el önöknek ezt a kenyeret. Nem tudom, hogy mennyien ismerik, de Debrecen belvárosában a Széchenyi utcán egy 120 éves múltra visszatekintő pékségben ezt a kenyeret kovásszal készítik, dagasztják, és fa tüzelésű kemencében sütik. Ez nem az?
Pontosan ez az. Azt gondolom, hogy a nagyon gazdaságos és kényelmi szempontból mindent kielégítő vásárlási lehetőségek közepette, ahol a kenyeret helyben sütik, ott a kenyér másfél óra alatt készül el. Baromfi és baromfi között sok a különbség. Kenyér és kenyér között nagyon sok a különbség. Miért hozom fel ezeket a példákat? Elődeink a napélelt, a zöldséget, gyümölcsöt fogyasztották szezonálisan, érlelték, tartósították, ezáltal létrejött a spájzolás kultúrája. Ez a kép azt ábrázolja, hogy a városi létben a jólét figyelő szemlélet nem a spájzolási kultúrát erősíti, hanem a gardrobot. Ezzel nincs is semmi baj. Én egy dolgot kérek, és egy dolgot szeretnék üzenni, hogy fordítsunk nagy hangsúlyt a spájzolásunk kultúrájára. Higgyék el, hogy óriási öröm az, amikor a nap élete zöldségekből, gyümölcsökből befőttet készítünk, és azt elrakjuk a téli hónapokra. Nekem óriási öröm volt, a lányunk már nem él velünk, de amikor élete első veteményes kertjéből megajándékozott minket a paradicsomával, éreztem, hogy elültettem egy ötletmagot. Jó a genetikai kód. Azért mondtam el ezeket a példákat, mert egy dologban hiszek. A testünknek egészséges táplálékra van szükségünk, a lelkünknek pedig lelki táplálékra van szüksége. Nagy tiszteletet érzek azok iránt, akik főzni szeretnek, főzni szoktak, főzni tudnak, és a főzéshez szükséges alapanyagokat tudatosan választják ki. Biztatnék mindenkit, hogy mindenki számára maximálisan elérhetők a jó minőségű napélelte vagy magyar termékek, azoktól a mesterektől, akik ezt őseinktől öröklött értékek alapján hitből és tudatból készítik el. Erre ez a példa például a kenyér. Vagy a 60 utca végén az a hentes mester, aki a termékeit nem gyors páccal 2-36 óra alatt készíti el, hanem érleli, füstöli a termékeiket. Ezektől a termékektől, ezeknek a terméknek a fogyasztásától azt gondolom, hogy termeljük az örömhormont, mert ennek íze, zamata van. Azt szoktam mondani ezekre az alapanyagokra, hogy ezek olyanok, hogy szánkba marad az íze. Tehát ha már ott tartunk, hogy odafigyelünk a táplálkozási szokásainkra, akkor nagy hangsúlyt fektetnék arra, hogy a lelkünknek a lelki táplálékra nagyon nagy szüksége van. De erre csak egy egyszerű példát szeretnék mondani. Minél több időt töltünk el a természetben, a természet mindenkit megajándékoz a rejtett szépségeivel, és testi, lelki felüdülést ajándékoz. A természetben való sétához, én szerintem, kétféle idő létezik. Az egyik, ami alkalmas. A másik, ami igen alkalmas. Úgy érzem, úgy gondolom, hogy az az ember, aki jó barátságban van önmagával, aki felelőssége tudatában odafigyel önmagára és szeretteire, egészségesen táplálkozik, jó barátja a természetnek, az ember olyan elfogadóbb. Az elfogadó ember a szerethetőbb. A szerethető ember kiűzi a rossz indulatú kikezdhetőség szándékát magából is, és törekszik kiűzni a környezetéből is.
Én azt hiszem, hogy erre óriási szükségünk van. Abban a kontrasztbeli életben, amiben élünk, mi kirándulva érkezünk haza, mert 9 kilométerre lakunk Debrecentől. A mindennapjainkat itt töltjük. Felesleges idegeskedése már nem büntetem magam sem a közlekedésnél, sem bármilyen hivatali ügyintézésnél, mert nincs értelme. Azt szoktam mondani, erre a világra sose felejtsük el. Nem lakni, élni jöttünk. A másik kedvenc témám a hagyomány. Úgy érzem és úgy gondolom, és az lehet, hogy furcsa lesz a megfogalmazás, de a végén ki kell, hogy kerekedjen. A hagyományunkat nem kell ápolni. A hagyományunk az nem beteg. A hagyományunkat nem őrizni kell, mert a hagyományunk nem nyáj. Egy dolog a fontos, hogy a hagyományunkat tiszteljük, mert a hagyományunk az tiszteletre méltó. Életérzést kölcsönöz, hogyha a hagyományban benne élünk. És engedjék meg, óriási megtiszteltetés, hogy bemutathatom önöknek azt az embert, akit úgy hívnak, hogy Szőnyi Imre bácsi. Imre bácsi elmúlt 91 éves, 9 éves kora óta pásztorkodott Hortobágyon, 50 évet. Amikor bekísért az otthonába, letagadhatatlan a pásztor kultúra. Minden szimbólum csüngött a falon, minden jelen volt. De képzeljék el, volt egy kontrasztbeli különbség. Oda néztem a szobájába az asztal alá, és ott láttam egy hasizom erősítő gépet. Megkérdeztem Imre bácsitól, hogy hát Imre bácsi, ez mi? Hát azt mondja, mi lenne, fiam? Edzek a hasamra. Akkor jöttem rá, hogy Imre bácsi az az ember, aki nem éveket ad az életnek, hanem mai napig életet ad az éveinek. Nagyon-nagyon köszönöm a szervezőknek is, hogy ezeket a gondolatokat megoszthattam önökkel. Nekem ez volt életem első ilyen nyilvános előadása. Baráti társaságban nagyon szeretek beszélgetni. Még egyszer zárszóként azt kívánom jó szívvel, mert nekünk bejött, hogy mindenki ismételje magába, hogy erre a világra nem lakni, hanem élni jöttünk. Köszönöm a figyelmet!